A projekt megvalósítására 405 millió forint uniós támogatást nyert a város, a kezdetektől a megvalósulásig azonban rögös út vezetett. 2008-tól gondolhatunk vissza erre a projektre, akkor kezdtük ezt a projektet tervezni és a pályázatokat benyújtani, és ez a munka 2012-ig tartott, mire végre támogatási szerződést írtunk alá. Utána még az engedélyeztetések is kezdődtek, amire nem gondoltunk, hogy a természetvédelmi hatóság hihetetlen akarattal állt ellen, ha hiszik, hanem egy béka átjáró 25 méter szélesen vezetett az erdőtelki út alatt, és ez Natura 2000-es területként van feljelölve, és emiatt a 25 méter miatt nem kaptunk engedélyt 3 évig. A projekt keretében 308 új bekötés létesült, ezzel a korábbi 5593-ról 5901-re nőtt a bekötések száma. Összesen 5,3 km gerincvezeték és 2,5 km bekötővezeték épült meg. A projekt keretében a jelenlegi hat mellé 3 új hálózati átemelő is létesült. Erdőtelken is kiépült a fővezeték, hamarosan kezdődik a családi házak rákötése a hálózatra. Egyetért ezzel a rákötéssel? Én úgy gondolom, a 90%-a igen, a többség igen. Mindig van kivétel minden egyes projektnél, minden egyes rákötésnél, vagy fizetni valónál van mindenki, aki úgy gondolja, hogy ő nem tartozik ebbe a körbe, de én úgy gondolom, hogy a mai 21. században elvárható követelmény, hogy a szennyvíz az rá legyen kötve. A beruházás záró rendezvényét az erdőtelki óvoda udvarán tartották, ahol a szalagátvágás után a helyiek által bográcsban főzött birka pörköltel látták vendégül a résztvevőket.